Sziasztok! Már 21-e csütörtök van, itt vagyok a Dunakeszi Ósámba, a barátnőmmel. Most éppen bejöttünk a takóba nézelődni. Hú, de tetszik ez a kis Jacky. Hú, ez nagyon az én színem, és milyen jó ez a kis teddy műszőr. Ilyen kis átmeneti. 12.900. Nagyon tetszik. Ez ilyen melegítő anyagból van, csak vékonyabb. De egy jó kis sportos. Nagyon tetszik. De jó kis sport melegítő felső, ez is 12 valamennyi. Nagyon jól néz ki. Kapucné, szupi. Ah, és itt van melegítő gatyi hozzá. Ez is tök jól néz ki. Milyen jó kis zsebe van ez a csík zseb. 8.900. Sportosoknak meg ilyen vékony gatya hozzá. Á, nagyon jól néz ki. És még melegítő felső is. Hú, de jó az anyaga. Kapucni is belebújós. Nagyon finom. 8.900. De jól néz ki ez a grafit szürke kötött kardigán. Nem látom mennyi, 9.950. Kapucni, és jól néz ki tavaszra. Bejöttünk a Ósámba, de cuki. Jó pofék kisfiúnak. Flixbusz. Húha, nagyon komoly. Sziasztok! Ma már december 21-e csütörtök van. Ugye ma reggel bejelentkeztem a Dunakeszi Ósántól, kimentünk a barátnőmmel vásárolni. Azt el is felejtettem mutatni, mikor hazajöttem, hogy miket vettem. De hát mindegy, mert mindenki vásárol most, úgyhogy nem sok érdekes van benne. Volt benne. Ami meg érdekes, azt nem mutathatom meg. Aztán hazajöttem, főztem ebédet, aztán olyan 1 órakor elindultam anyukámhoz meglátogatni, megvittem neki ennivalót, aztán hazafele bementem a Spárba, kellett vennem egy pár dolgot. És, ja, egyébként mikor anyutól lejöttem, bementem a Lehel piacra, vettem ponty szeleteket, ilyen ponty patkót, 4 szép nagyot, 4000 forint volt a 4 szelet hal, egyébként 4400 kilója a Lehel piacon. És meg vecsési savanyúságostól vettem ilyen káposztával töltött paprikát. Ja igen, a Lehelen csak ezt a 2 vettem, aztán hazafele bementem a Spárba, és mert pár dolgot még onnan is kellett vennem. És előttem a pénztárnál állt egy úr, és várt valamire, aztán hozta is az üzletvezető, vagy a helyettese, mindegy, és egy ilyen interspáros zacskót kapott, és egyből kapcsoltam, úgyhogy kérdeztem is a pénztáros csajt, hogy itt is van ez a mancs.
Egy ugyanilyet kapott az úr. Máncs, zöldség, gyümölcs. És mondta a pénztáros hölgy, hogy igen, de hogy online kell regisztrálni ezen a Máncs oldalon, és ott lehet lefoglalni, online ki kell fizetni, 1000 forint egy ilyen, és 3500 forint értékben van áru benne, olyan áru állítólag, ami... Szóval olyan áru, amire nem akarja a cég, hogy megromoljon, ezért inkább kedvezményesen 60-65%-osan, szóval így, hogy 3500 forint helyett 1000 forintért. De ezek ilyen zsákba macskák. Úgyhogy bontsuk ki együtt. Ez az első Máncsom. Kaptam egy, ne legyen egyedül a gránátalmám, kaptam egy kicsit mellé, ez nem annyira száraz, mint az enyém. Ez mi? Ez egy mangó, ezt meg fogom ma enni, ezt szeretem. Akkor kaptam egy fekete retket, hát szegény eléggé szottyat, ezzel nem tudom, mit lehet csinálni, majd a neten utána olvasok. Hát ez nagyon csúnya. Kaptam egy szottyat, retket, óretket, zellert, nagyon csúnya a zöldje. Ez nekem már szemétszámba megy, megmondom őszintén. És 2 almát, mert nincs elég almám itthon, illetve 2 avokádót, mindjárt kibontom. Azt a aranyárban van a spárba az avokádó. Erre a 2 darabra azt mondja, hogy az eredeti ár 1233, és az új ár 30% kedvezménnyel 909 forint. Hú, ez röhely, gyerekek. Vagy szégyen, hogy ilyen drága. Na, itt a 2 avokádom, ennek viszont örülök, bár itt egy gyönyörű, és ezt már holnap lehetne enni, pont olyan állaga van. Viszont ezt a 2 is, hát beteszem a hűtőbe, és majd holnap után megreggelizem, vagy csinálok egy avokádókrémet belőle. Egyébként megért 1000 forintot annak, akinek nincs otthon gyümölcse, mert 2 avokádó, ami akciósan lenne 900 valamennyi, mondjuk azt túlzásnak találom, 1 mangó, remélem, hogy ha 2 vágom, szép lesz, így jó éretnek néz ki. Mindjárt meg is mosom, és 2 vágom, és akkor az 1 gránátalma. Hát ezzel nem tudom, mi lesz. Hát ezt a kis nyambat zellert megpucolom, és a gumóját beteszem a fagyasztóba. Na, majd később elintézem azt a mangót, most nem kívánom. Pedig jó, jónak tűnik az állaga, úgyhogy biztos finom édes, majd megmutatom, hogyha megpucoltam. Egyébként megért 1000 forintot, csak... ezzel nem tudom, mit kell csinálni. Még sose vettem fekete retket. Azt mondják, nagyon egészséges. Na, ennyi voltam. Ez csak érdekességként, hát ha ti is kedvet kaptok. Egyébként van 500 forintos Máncs is, most itt nem kínálta föl a mi spárunkba, mert ez úgy van, hogy bemész az alkalmazásba, és akkor látod, hogy hol mi van, hozzád elérhető távolságba lévő üzletekbe. Hát jobban mondva azt a környéket választod ki, ami neked szimpatikus vagy elérhető. És vannak éttermek is, meg... ilyen péksütit is, tehát lisztes árut is lehet, péksüti kenyérféle,
azt általában az előző napét, ami este, esti sütésből nem fogy el, azt másnap reggel kitesztik máncsba, és amiket így láttam, egész jók vannak, tehát mit tudom én, 5-6-7 darab péksüti, 500 forintért. Úgyhogy azért az nem rossz. De kár, hogy nem érzitek az illatát. Sziasztok! Szép jó reggelt mindenkinek! Ma december 22-e van, péntek, reggel 6 óra. Látni és a szememem még most kicsit álmosnak érzem magam, pedig már egy órája felkeltem magamtól, mondjuk elég nagy vihar volt itt. És akkor úgy döntöttem, hogy kicsit aktiválom magam, nem lustizom tovább, majd tudok pihenni napközben, ha kell. Úgyhogy megittem a kávémat, picit nézelődtem a YouTube-on, és most kijöttem a konyhába, és megsütöm a karácsonyi diós kifliket. Ezt a receptet 2-3 éve találtam az interneten, kipróbáltam, egy nagyon egyszerű recept, és nekünk nagyon-nagyon bevált, nagyon ízlik a családba mindenkinek. Úgyhogy diós kifliket fogok belőle most készíteni. Úgyhogy neki is állok. Nézzük meg a hozzávalókat, már kikészítettem mindet, ha van kedvetek, tartsatok velem, ez tényleg egy pikpak sütemény, és ne lepődjetek meg, hogy nincs benne se sütőpor, se élesztő, mégis nagyon finom, mondjuk hozzáteszem, hogy 2 napig tart nálunk, aztán elfogy az utolsó falatig, tavaly is nem akarok hülyeséget mondani, de hát legalább 3-szor sütöttem. Ugye sütöttem így karácsony előtt, ilyen 23-a körül, és aztán sütöttem 25 vagy 26-án, meg 2 ünnep közt. Sőt, még lehet, hogy szilveszterkor is. Nagyon-nagyon bejött ez diósba is, mákosba is, de gesztenyéssel is tölthetitek, vagy lekvárral. Na, úgyhogy mutatom a hozzávalókat. Kikészítettem mindent. A tésztához szükségünk van 50 deka finom lisztre, 20 deka vajra, 1 tojás sárgájára, 1 csipet sóra, és tejfőre, 1,5-2 deci tejfőre, amennyit felvesz a tészta. És akkor a töltelék pedig itt van 25 deka daráldió, 12 deka porcukor, 1 deci forró tej fog kelleni hozzá, és őrölt fahéj. Ennyi. Úgyhogy az 50 deka lisztet, a vajat, az 1 tojás sárgáját, csipet sót, tejfölt most összedolgozom, és egy jó kis tésztát kapok belőle, amit összegyúrok, és szétvágom 6 részre, és mind a 6-ból egy kis kereklapot nyújtok. Na, akkor jöjjön az 50 deka liszthez egy csipet só, 1 tojás sárgája, 1,5-2 deci tejföl, most egyelőre egy olyan 1,5 decinyit beleteszek, és akkor majd meglátom, hogy mennyit vesz föl a tészta, és azt szerint adagolom hozzá a többi tejfölt. Kicsit bénázok, mert egy kézzel dolgozok, ugye az állványom az nem jó, valami kis gumi kijött ebből a kis állványból is, úgyhogy kell vennem egy állványt, most már tényleg.
Na, és akkor most ezt összedolgozom. Na, itt a tészta, jól összegyúrtam. A lényeg, hogy egy ilyen jól nyújtható tésztát kapjatok. Majdnem a 2 deci tejföl belement. Egy kanálnyi maradt a dobozba. Jó, ez meg is van ez a tészta. Lelisztesztem ezt a szilikonlapot, és egy vagy 6 egyenlő részre osztom ezt a tésztát, és akkor ebből lapokat kell nyújtani, amit megfogok a diós töltelékkel. Kicsit pihenjem. És akkor most meg fogom forrósítani az 1 deci tejet, és akkor összekeverem a 12 dek a porcukorral, a 25 dek a daráldióval, és ízlés szerinti fahéjjal. És ez a töltelék fog a tésztalapokra jönni. Jó, és akkor összedolgozom a diót, a porcukrot, ízlés szerint fahajat, és rájön a forró tej, vagy forralt tej. És ezt alaposan összedolgozom most egy villa segítségével. És ennyi, ez lesz a töltelék. Illetve bocsánat, elfelejtettem mondani, hogy egy citromhaját belereszelem. Jól kikevertem a diós tölteléket, beletettem egy 1/2 citromlevét is, mert nekem túl édes volt, így a finom. Tehát egy egész citromhaja, és egy 1/2 citromleve. Most nagyon fincsi. Kicsit összegyúrtam a tésztát, és 6 részre osztottam, nem mérleggel, így szemre, nagyjából egyforma, és akkor most mind a 6 kis darabból egy-egy lapot nyújtok, amit 6-8 cikkre fogok vágni, de előtte lekenem a diós töltelékkel, és fölhengelgetem kiflibe. Így néz ki nekem egy kinyújtott ilyen pici lap. Azért eszem át tálcára, mert ugye most be fogom kenni a dióval, ami aránylag folyékony, hát nem kémes. És nem akarom, hogy a szilikonlap diós legyen, mert akkor a következő tésztákkal nehezebben tudok dolgozni. Diós töltelék. Próbáljátok meg a diót annyi részre elosztani, ahány tészta darabbal dolgoztok. És akkor most cikkekre vágom. Cikkekre vágtam, mindegy pizzát, 8 fele, és most egyenként föl tekerem kiflibe. Így, és akkor ez megy most a sütőpapírral bélelt tepsire. Az első kis adag tésztából a 8 kis kifli már itt van, és látjátok, ezért eszem tálcára a kinyújtott tésztát, mert ha ez a szilikonlapon lenne, akkor beleragadna a következő adag tészta. Úgyhogy folytatom. A következő, látjátok, nekem se lett szabályos kör, ezzel nem kell foglalkozni. És akkor most fogom 8 cikkre, vágom mindegy pizzát. A tálcáról letöröltem az előző dió maradványt, hogy ne ragadjon bele, és most szépen fölfogom így kiflibe hengergetni. Meg is van. Kicsit behajlítom, és kész a kifli. Mondjuk 2 kézzel jobban menne. Na, csináljuk. Na, ez most már a 3. darab tészta.
ez a lap majdnem kocka alakú lett, de így is 8 cikre tudtam vágni. Ezt most csak azért mondom, hogyha vannak köztetek nagyon kezdők, vagy ilyen ügyetlenebbek, mint én, akkor is ezzel könnyen tudtok boldogulni. Így ülnek. 24 darab lesz a tepsin, és nyugodtan így egymás mellé tehetitek, hiszen nincs benne se élesztő, se sütőpor, ezért nem fog megnőni, tehát nem fog összeragadni. Itt az első adag, úgyhogy most bekapcsoltam a sütőt. Bekapcsoltam a sütőt, és ilyen 170-175 fokra előmelegített sütőbe fogom tenni a kifliket, és egy olyan 15 percig fog sülni. Ennyi. Utána kiszedem, hagyom kihűlni, megszórom egy kis vaníliás porcukorral, és kész is, ha kihűl, mehet a dobozba. És ez egy nagyon egyszerű, könnyű recept, nagyon finom kis diós sütemény ez esetben. Az a lényeg, hogy a tölteléket a saját szájatok íze szerint ízesítsétek be. Én ugye egy fél citrom levét beletettem, annak idején, mikor ezt a receptet találtam a neten, ott citromról szó se volt, de én szinte minden diós süteménybe teszek citromhajat, illetve citromlevet, mert attól sokkal finomabb. Mazsolát nem teszek bele, mert a lányom utálja a mazsolát, úgyhogy a diós sütibe nálunk nem jön mazsola. Azt még nem mondtam, hogy amikor megsül, ez nem lesz piros, meg barna, szép fehér marad. Ott akkor látjátok, hogy megsült, a végei, a két vége elkezd, ugye ott vékony a tészta, elkezd egy kicsit pirulni a vége, de maga a kifli fehér fog maradni. Mindegy hókifli, és utána leszórod a porcukorral, a vaníliás porcukorral. Egyébként éppen ezért tehettek bele a dióba ízlés szerint kevesebb cukrot is, mert nem mindenki szereti olyan édesen, mi se, főleg ugye a tetejére is vaníliás porcukor kerül. És itt az utolsó, a hatodik tésztadarab. Mindjárt elé lesz ez a tepsés. Na, 7 óra 10 van, és itt tartok, elkészült a 48 darab kis pici diós kifli. Ugye 50 dekal lisztből készült a tészta, és akkor, amikor meggyúrtam, 6 egyenlő részre vágtam, így lett 48 darab, és akkor 8-as cikkbe. Mindahogy egy pizzát felvágjátok. Lehet nagyobba is, vághatjátok 6-os cikkbe, de akkor nagyon nagyok lesznek. Szerintem így húsztább, és bőven elég egy ilyen kifli falatka. Itt se lett mindegyik egyforma, hát amekkorára nyújtottam ugye a 6 lapot. Megy a sütőbe. A pillanatban kiszedtem az első adagot, ez a megsült, csak hogy ilyen fehér marad, lássátok. És ez a nyers, ez még sárgább, mert ugye ott nyers tészta. És akkor innen látjátok, hogy a vége elkezdett picit pirulni, és ilyen szép lesz az alja. Nagyon forró. Most még puha, de majd ahogy hűl, bekeményedik. Leég a kezem. Csak mutatni akarom, hogy ilyen szép az alja. Isteni finom illata van. Teszem a másik adagot a sütőt. És akkor, ha kihűl, akkor mehet rá a vaníliás porcukor, akkor akár abba is tehettek egy nagyon pici, nagyon apróra darált dió, de nem muszáj, ha csak ha így meg akarjátok bolondítani. Jó, illetve akár egy kis citromhéjat is reszelhettek a tetejére, de elég a sima porcukor, vagy vaníliás porcukor, vagy csak vaníliás porcukor, ki hogy szereti, és merem ajánlani, ez egy nagyon finom kis omlós sütemény. Most, ahogy kivettem a sütőből, mint mondtam, nagyon puha volt a tészta, de most, ahogy fogom, ahogy hűl, elkezd picit keményedni. De ez egy puha omlós tészta, úgyhogy 2 napig tökéletes. Ma ugye 22-e van, holnap 23-án
jönnek a lányomék, és ezt már a holnapra sütöttem. Fiam, hagy élje ki a édességmániáját, mindent szeret, aminos. És holnap többek közt ezzel várom a gyerekeket, meg hát a Noah természetesen a preszkedlivel. Illetve még holnap fogok, de lehet, hogy ma este egy almáspitét sütni, majd meglátom, mert azt a lányom nagyon szereti. És akkor ezt a receptet én most mindjárt ki is teszem nektek a YouTube-ra, hát ha valakit érdekel és el akarja készíteni az ünnepekre, mert ez tényleg egy nagyon egyszerű recept, egyszerű elkészíteni, pikpak kész van, másfél óra telt el, most 7:30 van, és már kisült az első adag, és tényleg nincs vele gond, és szerintem ez egy aránylag olcsó sütemény is, és mondom, nagyon finom. Két napig, megmondom őszintén, hogy tovább nem maradt, mindig újat kellett sütnöm. Idén is biztos, hogy fogok sütni, csak majd mákosat. Na, akkor ennyi voltam, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, jó munkát nektek is, illetve aki már kész van, annak jó pihenést és kellemes ünnepeket kívánok. És vigyázzatok magatokra. Sziasztok!